Szép jó estét kívánok! Köszöntöm az Átrium magazin nézőit. Ingatlan forgalmazással, építési ügyekkel, lakberendezéssel foglalkozó magazinunk ma is számos érdekességet kínál önöknek. Tartsanak velünk! Az Átrium februári adásában az üvegfelületek belső terekben való alkalmazásáról hallhatnak. Megmutatjuk az idei konyhatrendet, és ötleteket adunk a csupasz falak díszítésére is. Tartsanak velünk! Az utóbbi évek trendje a dizájn tapéta, vagy az egyszínű, illetve más-más tónusú falak. A falak díszítésének vannak azonban más módjai is. Most különböző ötleteket adunk ezekre a variációkra. Van a szép üres falnak is hatása, de én nem tagadom. Szeretem, ha vannak képek, fotók, különböző kompozíciók a falon. Lehet koszorú, gyerekrajzok vagy fotók, persze még jobb, ha festmények, extra nyomatok, de lehet bármi. Bármi. Igen, ha boros címkékért vagy a régi képeslapokért rajongunk, akkor kerüljön az a falra. De most ne a celluxos megoldást válasszok, mint a régi lányszobánk esetén tinikorunkban. Egységes fehér keretbe kerültek a fekete grafikák, kínai jelek, idézet, levélke. A fekete-fehér az egész előszobát meghatározza. Tavaszias színek jelennek meg a falakon is, tapétával vonták be a kerek rámákat vagy tálcákat. A festett keretekben váltogathatjuk aktuális témájú fotóinkat. Tányérjaink kompozícióba rendezése is jó ötlet. Szinte mindegy is, hogy milyen tárgyakkal díszítjük a falat, a személyes emlékektől úgyis otthonos hatást kelt. Az üvegnek számtalan arca van. Most ezeket vesszük sorra. Hogyan hasznosítható ez a változatos anyag a lakberendezésben? A Síküveg Kft. Jogelődje 2000 őszén alakult meg, Győr mellett. A cég kezdetben kizárólag táblaüvegkereskedelemmel foglalkozott, majd mindinkább az üveg továbbfeldolgozása felé vette az irányt. Az ipari parkban létesített központi telephelyén modern gépparkjával magas minőséget produkál cégek és magánszemélyek részére. A vállalkozás tevékenységi körei lapszabászat, üvegcsiszolás, tükörfazettázás, alakos kivitelezés, homokfúvás, üvegsavazás, hőszigetelt üveggyártása, épületüvegezés, edzett üvegfalak, zuhanykabinok telepítése. Partnerei, asztalosok, lakatosok, belső építészek. Az üveget alakítani, mivel speciális anyag, speciális módon lehet, speciális ipari gépekkel, vízhűtéssel. Nem egyszerű a feladat, de ez a dolgunk, és megpróbáljuk minél magasabb színvonalon megoldani ezt. A lakberendezésben az utóbbi időben eléggé előre tör, éppen amiatt, mert számtalan arca van, sok módon variálható. Itt tulajdonképpen mik a lehetőségek? Színezett, festett üvegek,
ezen kívül dekorált üvegek. A modern építészetben ezek a letisztult, sima, fényes formák, ezek nagyon népszerűek, úgyhogy azt gondolom, hogy az üveg, mint alapanyag, az egy jó anyaga a belső építészeknek, hogy tovább gondolják a lakberendezést. Fényesek a felületek, én azt gondolom, hogy most kevésbé divat már a matt felület. A minimál dizájnhoz például ezek a reflektív üvegfelületek is passzolnak. Hála Isten, tudunk is javasolni, tehát mivel nekünk ebben van tapasztalatunk, illetve sok piaci szereplővel szoktunk személyesen is kontaktusban lenni, ezért egész jó ötleteket tudunk adni üvegfelhasználásra. Körülbelül egy 10 éve jött be az üveglépcső, gyakorlatilag a tereket jobban átláthatóvá teszi, transzparensek az elválasztó elemek, akár üvegfalakról beszélünk, akár lépcsőkről. Elég sokat gyártunk, főleg Szlovákiába, Ausztriába, nálunk még kevésbé divatos. Ennek milyen a kopásállósága? Hogyan lehet ezt erősíteni? Edzeni szoktuk a felső felületet, ilyenkor az üvegnek a tulajdonságai megváltoznak, ridegebbé válnak, de én azért beltérre azt javaslom, hogy üveglépcsőnél vegyük le a magassarkú cipőt és húzunk papucsot. Csúszni semmiképpen nem csúszik, tehát a cégünk vállalja, hogy csúszásgátló felülettel látja el az üveglépcsőket. Én nem látom akadályát annak, hogy akár mindenki lecserélje otthon a normál lépcsőjét egy szép szálcsiszolt alumíniummal körített üveglépcsőre. Most már teret hódítanak az üvegből készült beltéri ajtók. Ezeknek mi a speciális igénye? Anyagába színezett üvegeket szoktak kérni a megrendelők. Szoktak kérni szintén szitázott üveget, olyankor bármiféle mintát elhelyezünk rajta, illetve szintén a minimál dizájn jegyébe szálcsiszolt alumínium vagy szálcsiszolt inox szerelvényekkel kérik tőlünk a szerelést. Sokan óckodnak attól, hogy nagy üvegfelületeket használjanak mondjuk az ablakoknál, de pont amiatt, hogy ezeknek nem mindegyik fajtának van meg a betörés biztosítása. Itt mit tud ajánlani a szakember? A cégünk forgalmazza a laminált biztonsági üvegeket, ezek különböző biztonsági fokozattal vannak ellátva. Az egész egyszerű igényektől egész a golyóálló üvegezésig vállalja a cégünk az üvegezést. A legegyszerűbb verzióknál meg tudjuk a hétvégi kiskert lopásokat is akadályozni, a komolyabb rendszereknél pedig a profi betörő brigádok ellen is véd az üveg. Ezt milyen technológiával érik el? Több üvegréteg között laminátum helyezkedik el, tehát magyarán amikor a külső üvegréteget összetörik, a fólia egybefogja a törött részt, és hozzáragasztja gyakorlatilag még az épp üvegsíkokhoz. Gyakorlatilag hiába törik az üveget ripityára, a szerkezet egybe marad. Mérni szokták ennek az üvegnek a képességeit, 20-30-40-50 csákány csapással mérik meg, hogy mi az, amit igazából az üveg tud. Ezt azt gondolom, hogy egy átlagember is meg tudja fizetni, illetve mindenkinek javaslom, hiszen hiába cseréli ki az árat, hogyha egy normál üvegezés van a kertjébe, házába, akkor pillanatok alatt be tudják ütni az üveget, és be tudnak hatolni a házba, de hogyha kicseréli az összes üveget, akkor a házba való bejutás nem annyira egyszerű. Ugye nem is gondolnák, hogy a számítógép monitorja előtt ülve milyen káros hatások érhetnek bennünket. A következő összeállítás azt mutatja meg, hogyan védekezhetünk egy új találmány által a káros sugarak ellen. Gondolták volna, hogy ha a televízió vagy a számítógép monitorja előtt tartózkodunk, izomerünk akár 60%-kal is csökkenhet? Erre a megdöbbentő megállapításra jutott egy a közelmúltban végzett egészségügyi felmérés során egy nemzetközi kutatócsoport. Vajon mi lehet ennek az oka? A jelenség hátterében a változó frekvenciájú, vagyis a pulzáló elektromágneses sugárzás áll. Ilyen hatásnak kitéve sejtjeink természetes egyensúlya felbomlik. Ám még mielőtt kikapcsolnák készüléküket, eláruljuk, van megoldás. E két átlátszó gömböcske használatával az elektromágneses háttérsugárzás káros hatásai kiküszöbölhetők. A svájci szabadalmat természetesen teszteltük is, ám erről egy kicsit később. Televízióink és monitoraink képernyőjén elektronok száguldanak végig, így áll össze a készülék által sugárzott kép. Az elektronok útjukat a képernyő bal felső sarkában kezdik,
majd sorról sorra haladva a kép jobb alsó sarkába érkeznek. Csak hogy felbukkanásuk és eltűnésük változó frekvenciájú sugárzást eredményez. Az imént bemutatott gömbökben nagy tisztaságú, nehéz földfémeket találni. De vajon mitől működik a sugárzásvédő? Ritka nehéz földfémeket rejtenek ezek a kis gömböcskék. Ilyeneket, mint lantán, erbium vagy tullium. Ezeknek az anyagoknak az a tulajdonsága, hogy a képernyő káros frekvenciáival szemben azonos formájú és amplitúdójú, de ellentétes fázisú sugárzást fejtenek ki. A gömbök használata igen egyszerű. Fogjuk a gömböket, és mind a kettőt felragasztjuk a monitorra. A B helye a jobb alsó sarokban lesz, míg az A jelűt a képernyő bal felső sarkába ragasztjuk. A gömbök foglalata öntapadós, ennek köszönhetően használatuk egyszerű. Még a 4 éves kisunokám is könnyűszerrel elboldogul a gömbök felhelyezésével. Ezen a felvételen a köztudottan rövid életű emberi hímivarsejtek láthatók, ott, ahol termelődnek, vagyis a herékben. Ezek 2%-a ideális körülmények között sem él egy napnál tovább. Ha azonban a heréket elektromágneses sugárzásnak tesszük ki, 5-ször ennyi pusztul el, alig 24 óra leforgása alatt. 2 perc nem nevezhető soknak egy ember életében. Ám képernyő előtt, azaz változó frekvenciájú elektromágneses sugárzásnak kitéve, ennyi idő eltöltése is jelentős élettani hatással bír. Minden egyes perc, amelyet háttérsugárzásban töltünk, a fokozott kálciumleadás miatt rövid időre kevesebb, mint a felére csökkenti izmaink erejét. Ezeken a képeken Szörbek professzor egy ereje teljében lévő kísérleti alannyal birkózik. Jól látható, bármennyire is erőlködik, a fiatal férfi karját nem tudja lenyomni. Ezután emberünk egy sugárzó monitor elé áll, mindössze 2 percig. Nézzük, változott-e valami. Bír-e a sugárzásnak kitett férfival a professzor? Bármilyen megdöbbentő, ezúttal a tudós bizonyul erősebbnek. A sugárzás hatása szerencsére ideiglenes. 3 perc után minden helyreáll eredeti állapotába. 2 órányi tévénézés vagy számítógép előtti munka már 3 órára veszi ki az erőt izmainkból. Gondoljanak bele, milliók és milliók dolgoznak számítógéppel szerte a világon. Agymunkát végeznek ugyan, ám mire este hazaérkeznek munkahelyükről, ezek az emberek valóban holtfáradtnak érzik magukat. A fáradtság oka pedig egyértelműen a sugárzás. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy vajon milyen eredményt hoz a sugárzásvédővel felszerelt monitor előtt álló férfi és a professzor erőpróbája. A professzor ez esetben is hiába erőlködik. Kísérletünk alanya erősebb. A sugárzás a gömbök használatával már nem hatott szervezetére, vagyis a sugárzásvédő működik. Egy nemrégiben elkészült felmérés szerint hazánkban napi átlag 3,5 órát töltünk a villódzó képernyőt bámulva. És mivel a monitor károsíthatja szervezetünket, elengedhetetlen, hogy védekezzünk ellene. Nincs 2 egyforma ember, nincs 2 azonos ízlésű megrendelő. Érvényes ez az elv a konyhabútorok esetében is. Alapvetően 6 féle stílusból válogathatunk. Vidéki hangulatú, modern konyhabútor, rusztikus, eklektikus, minimál és high-tech stílus. Az idei konyhatrend a 2 véglet között ingadozik, mert a külvárosi családi házakba, a nyaralókba jellemzően vidéki stílusú konyhabútort választanak, míg a fiatalabb korosztály a high-tech stílust kedveli. A vidéki hangulatú konyhákra jellemző az egyszerű formatervezés, meleg, családias hangulatot közvetít. A bútor ajtófrontja tömörfából, főként fenyőből készül. A színvilág meghatározója a természetesség. Világos, lágyabb színektől egészen a sötét színekig terjed. Kovácsolt vas, antikolt, illetve kerámia fogantyúk illenek ehhez a konyhabútorhoz. Az ilyen stílusban készült bútor nagyban meghatározza a helyiség hangulatát, főleg ha a fal burkolásához kisméretű díszes csempét választunk, vagy téglahatású fal részeket is kialakítunk mellette.
A minimál a modern stílus legújabb követője. Az egyszerű, letisztult formák jellemzik. Anyagát tekintve főként fém és üveg jellemző, fa vagy bútorlap ajtófrontok. Stílusosan kialakíthatók, látványos hatások egy világos és sötét szín kontrasztjával, vagy festett, fényes ajtófrontok alkalmazásával. A bútorba illeszkedő világítás és a vastagított munkalap, valamint a mély, fémoldalas fiókok, egyenes és hosszú fogantyúk teszik tökéletessé az összhatást. A fiatalok körében népszerű high-tech stílus a funkcionalitás jellemzi. Az anyagok felhasználása rideg, steril környezetet teremt, főleg rozsdamentes acél és üvegfelületek alkotják az ilyen konyhát a természetesség mellőzésével. Merész és élénk színek, egyenes vonalvezetésű, letisztult felületek jellemzők a bútorokra. A piros és a kék mellett a zöld üdességet, a narancs napfényt varázsol a konyhába. A legtöbb megrendelő elvárása olyan összkép, amely a ház modern külső megjelenéséhez passzol. Erős kapcsolat a kulcsfontosságú életterek között, így a konyha, a nappali, az étkező és a kültéri terasz között. A kültér és a belső enteriőrök integrálása. Minden konyhai eszköznek, evőeszközöknek, poharaknak és edényeknek kijelölt hely. Csúcs kategóriás konyhagépek és letisztult, friss, a legújabb trendnek megfelelő anyagok használata. Az étel elkészítése és prezentálása teljesen különüljön el. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, tartsanak az Átriummal márciusban is. Addig is tekintsék meg honlapunkat. A címünk www.revitatv.hu. Viszontlátásra!